Sziasztok! A Big Spoon csatornán egy basic skill jellegű sorozatot fogok elindítani, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy alap technológiákat fogunk megnézni. A sorozatnak az első részei azok sűrűsokkal fognak foglalkozni, mert hiszen azt látom, hogy ebben azért vannak némi hiányosságok. Ha elfogadod tőlem ezt a segítséget, és lefőzöd ezeket a, vagy megsütöd, lefőzöd ezeket az ételeket, akkor el fogod tudni sajátítani azt, hogy hogyan lehet különféle típusú húsoknál, például szeletelt, tömbhús, csirkehús, csirkemell például, kacsamell, kacsacomb, tehát többféle húsoknál, sőt, majd később még lehet, hogy halak is be fognak ide jönni, hogy hogyan lehet elkészíteni úgy őket, praktikusan, ügyesen és okosan megsütni, hogy az eredmény biztos legyen, és itt a hangsúly, hogy, és akkor most jönnek az ömlengő szavak, hogy az legyen szaftos, legyen ízes, legyen puha, legyen, hogyha mondjuk bőrös, akkor annak maga a bőre az ropogós legyen, és a többi, és a többi. Tehát minden olyan pozitív dolog, ami szükségeltetik ahhoz, hogy a család az örvendezzen attól, hogyha meg a barátaid, hogy te ezeket megsütöd. Köretet nem is készítünk, tehát a húsra koncentrálunk, és jelen esetben a sorozatnak az első lépéseként tarját fogunk készíteni, méghozzá egy fokhagymás pecsenyét, ami látható, hogy nem sok hozzávalóból áll, maga a ráfordított idő sem sok. Jó, tehát ez gyorsan meg lesz. Maga a párolási rész az egy hosszabb folyamat, de akkor nem kell vele foglalkozni, tehát akkor ugye el van magába. Ha ilyen tömbhúsból dolgozol, akkor légy szíves ilyen únyi szeletekre vágd föl, ugyanis én szerintem, hogyha sütünk húst, akkor a vékony szelet húsnak az egyenes következménye, ha azt megsütjük, hogy az ki fog száradni. Nagyon nehéz megcsinálni azt úgy, hogy az jó legyen. Jó, tehát vastag szelet húst használunk az ilyen pecsenyékhez. A hús részét megtárgyaltuk, akkor nézzük a többi hozzávalókat. Ugye só értelemszerűen szükségeltetik, bors pedig ízlés szerint, amennyit gondolsz, akkor lehet rátenni. Ami még nagyon fontos, hogy én nem használok olajat ilyen sült húsoknál, zsíradékot használunk, hogyha ennek a sorozatnak a nulladik részét láttad, az ízes zsírról, ami szólt, na ez a zsír, ami ott készült. Gyakorlatilag ugye egy kifejezetten nem semleges ízű, de nem annyira domináns ízű zsírról van szó, amit még tovább lehet fűszerezni, tehát simán elbír még egy kis fűszerezést. Jó esetben majd ezt fokhagymával fogjuk kiegészíteni. Na most, ami még szintén fontos, ugyanabban a filmben látható volt ez a zselés rész. Ez ugye képződik a zsír alatt, amikor lekonfitáltuk azt a nagy darab csülköt. Na most ezt vétetlen neki hagyni, ugyanis ez egy nagyon koncentrált, egy hosszú ideig sült, nagyon szépen összeért ízű rész. És ugye ilyeneket lehet venni a boltba, ezek a kapszulákba betöltve ezeket a zsírokat, vagy ezeket az ízesítőanyagokat, de ebben semmifajta mesterséges anyag nincs. Tehát ez kifejezetten természetes anyagból van, így megnyugodhatunk, hogy nem viszünk kemikáliát ebbe a játékba. Ugye maga a hús is majd párlódni fog, de nem olyan extrém hosszú ideig, tehát nagyon jó, hogyha vannak olyan ízkiegészítők, amik hozzá fognak tudni adni magához az íz, orkiához az ízélményhez még pluszba. Jó, illetve a másik az, hogy ahogy mondtam, fokhagymával fogjuk még megkoronázni ezt a pecsenyét, és egy fej fokhagymát én ez a négy szelet húshoz simán el tudok képzelni, hogy hozzárakom. Illetve nagyon fontos az, hogy az egy fej fokhagymát gerezdekre szedjük, de nem pucoljuk meg. Jó, és akkor nézzük meg a sózás közben, elkezdem sózni. Nagyon kardinális lépés, tehát a borssal ellentétben, ami ízlés szerinti dolog, sózni kell. Jó, tehát a só nélküli sült hús az nem sült hús, az tök ízetlen lesz. Nagyon sokan egyébként nagyon szerényen bánnak a sózással, én nem javaslom. A jó hír az, hogy a sült húst egyébként túl lehet sózni, tehát kétségünk ne féljen hozzá, de nem olyan egyszerű. Jó, természetesen, hogyha most beborítod 2 kg sóval, akkor túl fogod sózni, tehát ennyire szélsőséges esetekben ne gondolkozzunk. A borsozáshoz még annyit hozzá kell tennem, hogy én sokszor szoktam azt csinálni, mint ahogy majd most is fogom, hogy az egyik oldalt borsozom meg, nem szoktam mind a kettőt. Jó, tehát látható, hogy szép lassan megsóztam, és tettem rá bőven. Jó, a bors esetében, ahogy mondtam, egy picit rászólunk. Nem kell túlzásba vinni. Jó, bocsánat, a másikból van. Jó. Illetve én azt szoktam csinálni, hogy először sózom, pont azért, hogy ne keverjem bele a sót vagy ne keverjem bele a borsot a sóba, és akkor így nem lesz ilyen kis pöttyöske. Jó, és akkor ezt így külön kezeljük.
Na most, akkor megvan a sózás, borsozás, semmi más akkor utána nincsen, mint elősütjük a húsokat, tehát mindjárt megyek, elősütöm, és utána pároljuk, és ok, kész is van, utána meg még készesítjük. Jó, tehát ez a sorrend. Egy valamit elfejtettem még sütés előtt megtenni, nagyon fontos rész. Mielőtt még leízesítenénk a sóval, borsóval a húsunkat, azelőtt érdemes megtenni, akkor nem lesz maszatos a kezünk, nevezetesen. Meg kell keresni a hártyákat, tehát meg kell ellenőrizni kell a szelet húsunkat, és meg kell keresni hártyákat, ilyen zsíros részeket a peremén a húsnak, és azokat be kell írdani, be kell vágni, ugyanis, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ilyen harang alakú lesz a húsunk, mert hogy az inas rész, a hártyás rész, a zsiradék, az sokkal jobban zsugorodik hő hatására, mint maga a hús, és így megfelelően ilyen harang alakú lesz, ami nem csak esztétikailag nem jó, hanem főzés technikailag is aggályos egy picit, ugyanis képzeld el, hogy megvan ez a harang alakú húsunk, akkor annak az alja az érintkezik a serpenyővel, és az sülni fog, a teteje viszont nem, illetve ha megfordítjuk a húsunkat, akkor pedig a pereme fog szintén pirulni, itt belül pedig nem. Ezt próbáljuk elkerülni azzal, hogy bevágjuk a húsunkat. Megmondom őszintén, hogy talán azért felejtettem ezt elmutatni, mert ez egy szép vágású hús, olyan szempontból, hogy nincsenek rajta nagyon hártyák, meg ilyen zsiradékrész. Talán egy az, ami itt van, de ez is meglehetősen kicsi darab. Ha akarjuk, akkor ezt itt bemetszük, de csak a zsíros részét kell bemetszeni, de az szerintem ezzel sem lenne baj, hogyha ezt nem tesszük meg. Illetve ha nagyon elvetemültek vagyunk, akkor azt is meg lehet csinálni, hogy itt ezeket a belső részeket ilyen kis pöttyintéssel átvágjuk, de az nem fontos, az egyáltalán nem fontos. Viszont ha szélén találunk ilyen fehér hártyákat, akkor azt tényleg vágjuk be. Nem kell beírdani vagy bevágni ilyen milliméterenként, hanem mondjuk, hogy ha ez a szakaszon lenne, akkor azt bevágjuk így kettő ilyen vágással, és az már bőven elég. Nem kell több. Jó, ez egy nagyon fontos rész, hogy ezeket megtegyük. Jó, tehát akkor ezeket meg kell keresni, és be kell vágni. Hát sajnálom, most nem tudom megmutatni, hogy ez hogyan, mert hogy nincsen rajta, tehát nincs mit vágni. Most megvágdosni nem akarom a húst, csak azért, hogy vágjam. És akkor most viszont tényleg jön a sütés. Feltettem egy serpenyőt melegedni a lángra. Nagyon jó, hogyha ennek a serpenyőnek van fedele is, ezt később fogjuk majd használni, akkor lesz jelentőség, amikor majd pároljuk a húsunkat. Most egyelőre ugye szárazon melegítjük, de már adagolhatjuk is bele a zsiradékot. Ebben a pillanatban nem kell több, ugyanis ha több zsírt rakunk, akkor nem tudjuk pirítani a húst. Látjuk, hogy serceg már a zsír, úgyhogy kellően forró ahhoz, hogy beletegyük a húsunkat. Jó, emelünk még egy picit a lángon. Jöhet a következő. Figyeljünk arra, hogy ne hűtsük vissza nagyon az edényünket, tehát ne pakoljuk be azonnal az összes húst, várjunk vele egy picikét. Jó, most az a feladat, hogy nagy lángon körbepirítjuk a húsunkat. Még egyelőre ne forgassuk. Azt, hogy picit mozgatjuk, azzal nincsen probléma. Ehhez egy kis türelemre van szükségünk. A fokhagymát ebben a fázisban még nem tesszük bele, az még korai lenne. Ami nagyon fontos, hogy a húsokat, azokat csipesszel próbáljuk meg forgatni, illetve helyezni. A különböző ilyen villák, azok nem csak azért nem jók, mert a tapadásmentes edénynek a felületét meg tudják kezdeni, hanem azért sem, mert nem célszerű a húsnak a szövetét így megbögdösni. Úgyhogy én ezért mindig csipesz szoktam használni. Látható, hogy a zsiradék kezd már elszíneződni, úgyhogy már pirul szépen a húsunknak az egyik oldala, de még legyünk kitartóak, még nincsen kész. Nagyon fontosnak tartom arról beszélni, hogy maga az ízesítés és annak a konkretizálása. Tehát a recepteket, ha megnézed, akkor e tekintetben nagyon sokan előírják azt, hogy tegyél bele két kávéskanál sót, tegyél ilyen fűszert, és konkrétan le van írva, hogy mennyit. Jó, én ezt nem teszem meg, én elmondom, hogy szerintem mit illenek hozzá, de a mennyiség az a te dolgod. Jó, tehát ez a te ízlésvilágod szerinti, rá kell találni erre, hogyha, mert az ízlésvilágod az megvan, csak rá kell találni, ha még esetleg ez nem történt meg. Jó, ha úgy gondolod, hogy én sok sót tettem rá, ne tegyél, vagy ne tegyél ennyit, hogyha azt mondod, hogy kevés, akkor tegyél még. Fú, az illata az már nagyon jön, úgyhogy megnézzük, oda nézd, milyen szép. Jó. Látható, hogy ez ilyen harangos, tehát ez a részről van szó, ilyenkor még ezt meg tudjuk vágni.
Tehát itt egy bevágást metszünk, és akkor ez majd ki fog szépen egyenesedni. Tehát ezzel nem lesz baj. Úgy. És ezt is megfordítjuk. Így né. Ha akarjuk, ezt is be lehet vágni. Így. Úgy. Sima vizet adunk hozzá, semmi extra. Következik a zselé is. Fokhagymát héjastúl fogjuk belehelyezni. Nem kell megpucolni. Egy kicsit mérsékeljük a lángot. Levettük, és mérsékelt lángon beállítjuk az időzítőt körülbelül 40 percre, akkor ellenőrizzük, hogy a hús mennyire puha. Eltelt 55 perc. Tudom, hogy 40 percet mondtam, viszont én most áthelyeztem egy sokkal kisebb lángú helyre az edényt, még az elején, és így még 15 percet ráhúztunk, 40 percnél ellenőriztem. Egy picit még olyan keményebbnek, már határozottan ehetőnek véltem, de még nem teljesen tökéletesnek, úgyhogy még 15 percet ráhúztunk, és most leellenőrizzük, szerintem most már jónak kell lennie. Leveszem a fedelét. Vigyázzunk arra, hogy ugye bevonatos edényről van szó, nem nyomom le az aljára, tehát nem karcolom fel az edényt. Én csak a tetejét nyomom meg, és abból már meg lehet állapítani szépen, hogy mennyire puha. Én azt gondolom, hogy kell még egy picit párolni, viszont nagyon fontos az, hogyha már szétesősre párolnánk már most így, akkor utána nem tudjuk pirítani. Jó? Tehát nem tudjuk forgatni, mert akkor szét fog esni az egész teljes egészében. El kell forralnunk az összes levét, zsírjára vissza kell forralni, és utána megpirítjuk mind a két oldalát. Jó? Jó, illetve a másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, az pedig a fokhagyma. Ugye mondtam, hogy nem pucoljuk meg a fokhagymát, és az ezért kell megtenni, mert a fokhagyma az ízét az tökéletesen át fogja adni a zsiradéknak, ki fog sülni, meg fogja ízesíteni a húsunkat, viszont nem esik szét, aminek az a következménye, hogy nem lesz egy ilyen massza az edénynek az alján, azaz a húsunk nem fog beleragadni, nem fog leégni. Ugyanis maga a fokhagyma az rendkívül gyorsan leég. Jó, tehát erre figyeljünk oda, és ezért tartjuk őt a héjába. Ilyenkor már lehet forgatni. Egyre figyeljünk oda, hogy a fokhagymákat már ne nyomjuk össze, sőt, ha akarjuk, akkor még hozzátehetünk még plusz zsírt, illetve kizethetjük a fokhagymákat is a biztonság kedvéért. A szaft itt van az alján, hogy az oda tud égni. Jó, tehát úgy süssük, hogy folyamatos felügyelet legyen. Jó, én kiszedem a fokhagymát, az biztos, hogy nehogy most már megégjen, mert az előbb már azt tapasztaltam, hogy kezd leragadni, és nem akarom itt a végén elrontani azzal, hogy odaégetem a fokhagymákat. Pár perces pirítást követően megforgatjuk őket, és szerintem ezzel készen is lesz már a sült hús. Ó, gyönyörű szép színe van. Látható, hogy nem fekete. Hanem csak szépen pirul. Gyönyörű szép lett. Gyönyörű szép. És akkor készen is vagyunk a sült hússal. Nagyon puha, nézd meg, úgy megy bele, mint a vajba. Elkészültünk a sült húsunkkal, látható, hogy gyönyörű szép lett, megkóstoltam, nagyon finom. Ugye, hogy készítjük a szelet húsokat? Először megpirítjuk őket, utána pároljuk, és legvégén pedig színt adunk neki. Jó, ezzel ezt az eredményt teljesen biztosan fogjuk tudni produkálni, és a siker az mindig meg lesz. Jó? Ezt csináljuk, jó étvágyat kívánok hozzá, és jönnek a további filmek másfajta húsokkal. Sziasztok!